Írók, írjatok. Olvasók, olvassatok. Mecénások, adakozzatok. A 95. ünnepi könyvhetet ezennel megnyitunk. Az MMA kiadó 7. éve létezik, és 6. éve vagyunk kint az ünnepi könyvhéten. Általában 10-12, néha még ennél is több könyvvel tudunk jelentkezni. Idén is káprázatosan széles könyvkínálattal tudtunk megérkezni ide. És ráadásul ami érdekes, hogy nem csak az idei könyveinkre került ismét reflektorfény, hanem egy tavalyi kötetünk is díjazásban részesült. Szakkönyv kategóriában a Szép Magyar Könyvdíjat az MMA kiadó Vadállatok anatómiai rajzai című könyvének alkotóközössége kapja. A kötet méltán kap díjat a Szép Magyar Könyvek versenyen. Tulajdonképpen a fiamnak a díja, mert ő tervezte meg ezt a könyvet, úgyhogy neki köszönhetem, hogy ilyen szép lett. Édesapámnak egyetlen egy instrukciója volt még a tervezés előtt, azt kérte, hogy legyen szép a könyv. A könyves együttműködésünk talán 7 éve kezdődött. Úgy... Ceruza rajz című könyvvel. Igen, és azóta is úgy veszem észre, hogy meg van elégedve a munkámmal, vagy nagyon remélem. Sőt, ragaszkodom hozzá. Az, hogy édesapámnak csinálok könyveket, azzal is együtt jár, hogy a végeredményben mindig igyekszem bizonyítani, hogy nem csak azért én csinálom a könyvet, mert én vagyok a fia, hanem mert... Valami pluszt is bele tudsz adni, igen. A következő pedig madáranatómia lesz. Klasszikus. Modell eljöttem előttünk. Állatot rajzolni azt hiszem, hogy elég sokan tudnak, de ezek a rajzok, ezek a felszíni szőrzet, a bunda, az irha mellett az izomzatot, a csontozatot olyan pontossággal mutatják be, hogy amin egy kicsit meg is lepődtem, ezt nem a rajzi készséget fejleszteni akarók keresik elsősorban, hanem sorban jönnek a standunkhoz, hogy az Állatorvostudományi Egyetem hallgatói, és ebből a könyvből tanulnak, készülnek föl. Nagyon büszkék vagyunk Szunyogi Andrással, és ezen felbuzdulva az idei könyvhétre megcsináltam meg a könyvnek a folytatását is. Anatómiai rajzok vadon élő állatokról Európa külön kiadás. Hát, hogy legyen ott egy pecsét, hogy az új lenyomata kicsinálta. Az Agancsbozót szerzőjétől nincs valami újdonságuk? Nem készültek valamivel? Az Emlékezés Göröngyein címmel jelent meg. Ez azért is különleges, mert márciusban elveszítettük. Igen. És már mindenki úgy volt vele, hogy újabb könyv nem várható tőle. Viszont a 70-es években írt egy regényt, amit nem tudott befejezni. Na most az az érdekes, hogy itt az előzékben ráhatásul ott van az a kézírás, amivel ő ezt az egészet végigírta. Lényegében én egészen pici kis lapokat firkált tele, aláhúzások, bekarikázások, minden. Aztán. Ez háromszoros nagyítás egyébként, tehát egészen pici betűkkel. És mint egy ilyen utolsó ajándék az élettől, megkaptuk tőle ezt a kéziratot még halála előtt. Befejezetlenül maradt, de így is teljes értékű egész könyv. Egy fiatal munkáslány története, Jajdonból Kolozsvárra kerül. Szerintem a Szilágyi életműnek egy nagyon szép darabja, úgyhogy ezt mindenképpen javasolom. Két évvel ezelőtt jött ki az első építészekről szóló könyvünk, verses rajzos könyv, személyes, inkább lírai, nem tudományos, olyan építészekről, abszolút disznómódra szubjektív, általunk szeretett, már nem élő építészekről szólt az E1, és ami most megszületett, ez E a négyzeten címmel, azért, mert az E1 tulajdonképpen egy tervezői jogosultságot jelez. Egymástól függetlenül dolgozunk, tehát mind a ketten végzünk gyűjtés, én az alapján csinálom a grafikákat a Vencének, meg ha éppen olyan a hangulata, akkor meg írja hozzá a verseket. Nekem azért ez egy ilyen feszült és nem könnyű állapot, szóval komoly dolog nekem ez a munka. Apám, aki egy fantasztikus egyéniség volt, nagy építész, és még élt, amikor mi csináltuk ezt a könyvet, és megmutattuk neki, és nagyon tetszett,
egyetértett a nevekkel, imádott elődei ezek mind, de azt mondta, hogy hát nagyon jó ez a könyv, de hogy, és ő? És akkor mondtuk neki, hogy hát apu, belekerülhetnél, de ezek már mind halott emberek. És elgondolkozott, és azt mondta, hogy tulajdonképpen akkor hagyjuk a fenébe. És szegény nemrég halt meg, de még nem volt lezárva a könyv. Úgyhogy belekerült egy gondolat erejéig ráemlékezve, úgyhogy egy picit ő is benne van ebben a könyvben. Pápai Zsoltnak egy hiánypótló és nagyon mélyreható monográfiája jelent meg a magyar filmnoár és melodráma első és második kötetében, ami az 1930-as, 40-es évek magyar filmtermését eddig soha nem látott módon foglalja össze, gazdag képanyaggal, érdekességekkel, műfajtörténeti és műfajelméleti kitekintésekkel. Ez egyben ráadásul ennek a sorozatnak, amit az olvasó talán fekete filmes sorozatként ismertek, a megújulása is frissebb, elegánsabb. Gyaníthatóan az egyik slágere lesz az idei könyvfétnek.